Szeretettel köszönöm a pénzügyi bizottság tagjait, a nem szavazójoggal résztvevő papolgármestorokat, polgármestorokat, kérdző urat, illetve a pénzügyi csoport vezetőjét, pontos napi rendjel. Szeretném megkérdezni, hogy a meghívóban kiadott pontokkal mindenki egyetért-e napirenddel, amennyiben igen, készfel tartása jelezte. Jó, köszönöm, egyhangú, akkor ennek megfelelően tárgyalnánk a három napirendi pontot. Az első, előterjesztés Vilberekváros önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Nem akarom megint elmondani, hogy ilyet rendszeresen csinálunk, ezek általában visszamenőleg technikai átvezetések ezeken a nagyon bonyolult táblázatokon, amiből szerencsére számunkra azok a sorok, vagy azok a szakaszok, amelyekben változás volt, szövegesen kiemelésre kerültek. Szeretném megkérdezni, hogy kinek van ehhez hozzáfűzni valója kérdése, illetve esetleg haladjunk-e úgy, hogy ha nem is pont sorrendben, de az egyes-egyes bekezdésekről esetleg még pontosítást is kaphatunk. Jó, hogy akkor mi legyen a... Tehát van-e hirtelen kérdés, hogy fussunk végig, beszéljük végig egyes, és úgyis el fogunk jutni olyan helyhez, ahol úgyis fogunk kérdezni majd valamit. Mehet így? Az első bekezdés a választ, a választást érint. Igen. Esetleg két szót a tetszik. Tehát tudva lévő, hogy az SZ-ben folytatott három választásnak a lebonyolítására a polgármesteri hivatal szervezete van megbízva, és ehhez kapcsolódóan, tehát már korábbi időszakban beletvíve a maga a konkrét lebonyolítás, de a lebonyolítás követően központilag a HVI vezetőknek a díját utólag küldik meg, és ennek a pénznek a rendezéséről van szó ebben a pontban. Egy még lesz majd jövőre, ami, hát van egy ilyen technikai elszámolás, ami a december hónapban megérkezett pénzeknek a elhatárolása, tehát a következőnél kell majd bevinnünk, mert akkor fog majd a kifizetés megjelenni a könyveinkbe, és az előirányzatot a harmadik, az a helyi polgármesteri választásnak a költsége, tehát a HVI választás pénze, az majd akkor fog megjelenni. Tehát még egyszer sajnos vissza kell térni erre egy havi díjjal. Hogy érthető legyen a jövőre, hogy a 2014-et érünk, 2014-ben élünk, március 8-áig, 10-ig, amíg a beszámolót le nem adjuk. Tehát nekünk ez az év még adott év. Jó, köszönöm szépen. Lendülhetünk-e tovább. Akkor ugye a második bekezdés dolgozók bérkompenzációjáról szól, és amely részben a kastélykertóvoda és a hivatal dolgozói vannak benne. Volt valami kötelező bérrendelés? Nem, ez meg van határozva a törvényben, hogy akik nem érnek el egy meghatározott bérszínvonalat, azt az állam bérkompenzációval különböző mértékben havonta támogatja. Ez előrendszerű szinten nem működik, tehát a költségvetésben nem kell megtervezni, hanem ezt mindig, tehát a kincstárnak a legösszgyűjtése alapján ők hozzáteszik minden hónapban, nekünk pedig előrendszerű szinten, tehát ez úgy szokás, hogy egy évben kétszer, egy első fél évben és a második fél évben a kincstárral való egyeztetés alapján, tehát az ő általuk megküldött kimutatás alapján módosítani kell a központi előirányzatokat, és itt van elkészítve a második fél évi pontosítása. Köszönöm szépen.
szintén akkor tovább lendülve, hát ezt az önkormányzat közhatalmi bevételeit érinti a következő, ezt nem tudom őszintén, nem tudom, büntetünk vagy nem? Mi a közhatalmi? Ezek a bevételek, a saját bevételemére a kommunális adó, a gépjármű adó, minden, Változás, bázishoz képest hogyan történt a tervezés? Gondolom, sajnos erre én igazán nem tudok válaszolni, jegyző úr, hogyha segítene benne. Segítek. Tehát ugye az mindig úgy van, hogy a előző évi teljesítés alapján sakszoljuk meg, hogy körülbelül mennyi lesz a következő évben a bevétel a cégeknek. Ugye meg a ipadúzés adó, ugye tőleg ez azt érinti, az bevétel alapú. De ezt nem lehet látni, hogy mennyi lesz az adott évi, nem tudjuk előre, mennyi lesz az adott évi teljesítés. Körülbelül átosztottunk számolni valahány százalékot, ami mondjuk növekedést feltételez, ahhoz képest ez, ha jobban teljesítenek a cégek, tehát nagyobb bevételt érnek el, akkor emelkedik az iparúzési adó befizetési kötelezettségük is. Gépjármű tekintetében meg szintén ugyanúgy nem tudjuk, hogy hány autót vesznek évközben, mennyi kerül forgalomba, és azoknak az adója felügyel. Ez sem teljesen tervezhető, mert változó mind a két fő forrása ennek a központi bevételnek. Igen, ez világos, hogy forint a nem tervezhető, nagyság mondja utalá. Tessék mondani, hogy mégis ez a 22 millió forint eltérés, úgy az össz közhatalmi bevételeknek körülbelül csak úgy nagyjából mekkora része. Beszerzési hatékonyság az lehet-e hallani valamitról? Még most nem, de szokott minden évben bejön a képviselőtestület elé az adóbevételekről, tehát a behajtási részekről. Egy számadat az idén is be fog jönni. Mekkora bevétel volt, mennyi volt behajtással, mennyi jött be behajtással, mennyi jött be önbefizetéssel, tehát minden évben be fog jönni az idén is. Az adatokból azt tűnik ki, hogy ez hatékony volt. A kommunát, nem a kommunális, hanem amikor még nézhetjük be a személyszállítás díjat, akkor körülbelül mértek el egy olyan, majdnem 90%-os volt a hatékonyság. Ez a behajtás, tehát a teljes összetekintetében, ami a DHG szerint, a feltésül az igazából szervezet szerint, aki akkor szedte, magasan, tehát egy nagyon jó teljesítmény érte le többi önkormányzathoz képest a hatékonyság tekintetében. Megjegyzés ezzel kapcsolatban? Nincsen. Szintén az óvoda, intézmény finanszírozás. Ez ennek a következő kettő az ezt magyarázza meg, a második bekezdés. És akkor a felhalmozási célú pénz összege, jogcímén nyújtott fedezet. Jön itt, hosszasan sorolva, ha minden igaz. A dolgság kapcsolatban a kívánást is kapcsolatban a hozzásokkal. Tehát ezek a központi költségvetés által, a pénztár által közölt adatok, tehát meg van határozva, hogy pénzt kapunk, azt most a saját hatáskörben, tehát saját pénzeszköz átvételként, vagy az a pénztár által közölt és az állam által adott előirányzatok között kell kezelni. Ez a fejezet, amit ez a párbekezdés van, szintén így volt, tehát annak idején 16.832
hitelállomány az a konszolidációval lett kiváltva, de ezt követően, tehát ennek volt a kamatkiadása, amit szintén az állam átvállalt. És akkor, mikor ez indult, akkor még nem volt nyilvánvaló, hogy mennyi lesz a kamat. Mire oda került a sor, hogy kifizették addigra, ugye még ez a 73 ezer forintnyi összeg rájött, tehát ők a módosított előirányzatban, a bevételi irányzatban közölték, tehát nekünk is hozzá kell igazoltani azt a bevételi előírást, amit ők elvárnak. Szintén ilyen az a másik bekezdésben, ami a közművelődési és a könyvtár működtetésével kapcsolatos két összeg, ami szintén érdekes módon felhalmozás között kéri, tehát nekünk is rendezni kellett, mert nem oda volt téve. És az utolsó napokban megérkezett ez a pályázati pénzeszköz a térfigyelő kamerával kapcsolatosan, ami szintén felhalmozási pénzünkkel kezelnünk, amit szintén áthúzódik majd 2015-re, mert ugye az utolsó pillanatban kaptuk meg, akkor volt a szerződés aláírás. Tehát 2015-ben még találkozunk ezzel az összegnek a valamiféle rendezésével. 12,4%. Megjegyzés ezzel kapcsolatban. Egyéb működési célú támogatás, bevételek vannak szintén itt sorolva, vagy 5-6 kolumnában. Hát ezt gondolom, ez az agrártámogatások. Még előtte van egy kérdés. Ja, bocsánat. Valamit, igen. Ez hogy is van? Hogy a nyírtelszor végzi, részi biztosított védőnői hálózat működtetésére, mikor az általában sem nyitott részvére? Nem. Nem értettem. A szociális szolgáltatók központhoz tartoznak a védők. És első hónap, az év első hónapjában ide jött a... Elnézést, a nyírtelszor. Azt is És még alapi dolgokra nincs is benne. Igen, még gondolom, ez igen, az olyan finanszírozás, hogy gondolom, megemelték, vagy nem tudom, az olyan finanszírozásokat. Nem, hát ez végül is ment, csak nem tudom miért, tehát az év első három hónapjában idejött az előirányzat, utána már közvetlenül a szolgáltatónak a számlájára, tehát ez itt rendeződött, és ennek a lebonyolítása így megy, hogy a nyitőtön keresztül, mivel ő a működtetője, mint az összeegyzetben. 2014 áprilisáig mindig hozzájött az olyan támogatás, azt követően pedig most már közvetlen jött, ez azért van így. És azt mindig átadtuk, ez 14 millió forint, 11. Agrártámogatás, visszaigénylés a NAV-tól. Igen, ez a nálunk Dóka Zoltán csinálja, tehát negyed évente van egy elszámolás, jogszabály alapján van, hogy mennyit lehet visszaigényelni, tehát a mezőőri tevékenységgel ő kigyűjti a költségeket, elküldi a hivatalba, és akkor ők egy meghatározott összeget, 50%-ot vissza, de maximálban van, hogy mennyi az az összeg, ami visszaadható, és ez a visszaérkezéséről, tehát mivel előirányzata nincs, tehát ez itt rendezve van, megjelenik a bevétel, előirányzatosítani is kell, mert hát a jelentések most már egyre szigorúban veszik, hogy aminek van kiadása, annak igen teljes előirányzata is legyen. Ez mindig is volt, de most a jelentés leadásban még inkább, meg a jogszabályok még inkább ráfeküdtek. Tehát mindenféleképpen, meg amit találtunk most a utóbbi napokban és a költségvetés beszámoló elkészítése előtt való könyveknek az átnézésében muszáj volt rendezni ezeket az előirányzatokat, ami sajnos nem jelenti azt, hogy még esetleg most még, amikor csináljuk a beszámolóra készülünk, még esetleg találunk, vagy a bevétel még lehet, hogy lesz egy ilyen kis alkalom, már nem ekkora mennyiségben, de egy ilyen igazítás elképzelhető, amit tehát lehetővé is tesz a jó szabály, de leginkább mostanra kellett összpontosítani ezeket a
rendezéseket. Igen. Nem ide csak volna kérdezni ezzel kapcsolatban. De legyen tudomásom szerint ez a mezőgazdasági tevékenységről szóló jogszabály úgy rendezi a finanszírozását a mezőgazdasági tevékenységnek, erre határozott emlékszek, hogy a kell szó benne van, ami azt jelenti, hogy a mezőőrnek a mezőőri szolgálat költségét a önkormányzat által alkotott rendelet alapján beszerzett mezőőri járulékból kell fedezni, azzal, hogy az állami normatíva nem haladhatja meg a felmerült költségek felét. Nekünk nincs ilyen rendeletünk, nem lesznek nekünk ebből problémák. Most egyszer mondani, hogy kell legyen egy evételi oldal, meg egy kiadási oldal is. Tehát a kiadási oldal az felmerül, mert a véleményben. Csak a bevételi oldalon, az én olvasatomban ott kellene, hogy szerepeljen a földtulajdonosoktól, vagy a bérlőtől veszedendő mezőri járvány. Most mink ilyet nem szerintem. Másik kapcsán néztem egyébként ezt meg. Jogszabályban mondom, a kell szó szerepel. Ezért kérdezem ezt meg, hogy tehát így kell finanszírozni, hogy így lehet, hogy lehet szedni járulékot, hanem azt mondja, hogy kell, így kell. Nem lesz ebből problémát, hát, nem szerünk? A költséget is. Hát, ugye eddig nem volt, hogy az még nem jelenti azt, hogy nem lesz. Meg utána fogunk nézni. Szerintem már elmondani. Tehát ez csak egy kiegészítése, tehát ez a része, amit az állam visszatérít, tehát az elszámolt költségeknek az, amit képviselő úr mond, én szerintem az, amikor a költséget is készítjük és beállítjuk annak a kiadásnak, tehát összeszedjük a bevételi oldalát, az a része. Igen. Én azt kérem, hogy ezt lehet, hogy ez esetben ezt megnézni, jó? Ez egy dolog. Nekem benne most pénzügyi dolog kicsapódik. Végül pénz, ez kétségtelen. Egyébként van egy történet a dolognak, ezt képviselőtestület előtt volt, vizsgálta a képviselőtestület ezt a... ugye én már most a kiászlóra most határozottan nem emlékszem, hogy ez a szó szerepele benne, de akkor ezt megvizsgáltuk, és ugye az a megállapítás született, hogy a beszedés költségei lényegesen meghaladják, relatíve, amit hozzá kell tenni ehhez a finanszírozáshoz, az nem olyan nagyságrend, mint a beszedésből számoló költségek lennének. Tehát a iszonytató, nagyon széttaprózott, akkor még széttaprózott volt a birtok szerkezet, és egy akkora terhet jelentene a beszedés, ami ilyen 1 millió nagyságrend körüli hiányt, 1 és 2 millió közötti hiányt takarna, hogy ennek a költségei vihetően sokkal, mert be kell vonálni, kiszámoltuk, be kell vonálni egy embert, annak a bére, tudom én, 3 millió forint, és ezzel szemben pedig van egy 1 milliós bevétel. Na most ezt nyilván meg kell vizsgálni, mink akkor valamiféle döntést ebbe hoztunk, tehát. Tehát, hogy néhány év után ez lehet revideálni, megfelelően ide jutok. Csak le kell nézni, hogy a címedőben összevállítani, hogy változtatok egy nevóba, de ma mondta már, hogy így van. Tehát én határozott emlékszem, hogy benne van határozott emlékszem. De mindjárt épült bolyban meg a sokat, érjünk már nem vissza. Következő az iskolatai akcióról szól, ami gondolom nem túl izgalmas. Egy akció kaptuk pénzt, nem kaptuk. Igen, hát egy ilyen szállítói finanszírozás formájában, hát a pénz ez nem érkezett meg, hanem a számlát kaptuk meg, és ezzel szemben, tehát nem mi fizettük ki azokat a számlákat, hanem a szállítónak fizette a minisztérium, és akkor mint bevételként ezt át kell futatni a könyveinkkel. Igen. A óvoda bölcsődei normatívából visszafizetési kötelezettség keletkezett 500 000 forint értékben. Igen, ez még a 2013-as beszámolóhoz kapcsolódik, tehát még ez nem ez az éve, hanem még akkor már a következő évi. Tehát a kincstár folyamatosan a felkészítája, ahol ilyen hozzájárulnak el a célellenőrzés formájában a beszámoló normatívája. És annak idején egy fő eltérést mutatta ki, és ennek a költségének a visszafizetéséről van szó, amit be kell fizetni a kincstárba. Amit majd a beszámolóba megfelelő helyen szintén szerepeltetni kell majd.
És a következő rész pedig... Akkor ez nem lemondás. Nem, a következő a lemondás. Ez visszafizetés. Nem, ez felett, hát úgy mondják, hogy jogtalanul igénybe vett, tehát egy fővel több lett, mint ahogy a normatívában meg volt határozva. Van ennek valami szankciója? Nem, hát ez, hogy be kell fizetni. Tehát azt, így van, igen. Tőkét visszafizettük? Igen, meg egy kis kamat volt hozzá, egy 30 ezer forint körüli kamat volt. Minél hamarabb visz, tehát ők mikor közlik, akkor ugye eltelik egy idő, mert nem rögtön vizsgálják felül, és akkor ők kiszámolnak egy meghatározott kamatot, és ahhoz képest minél gyorsabban befizetni, amikor felfedik, hogy ne jöjjenek rá ezek a kamatok, de tehát felmerülnek egy minimális összegbe. Csak szeretném kiegészíteni, hogyha lehet, ha jól gondolom, de majd mondjuk, segít nekem, ugye belegeld óvodában ugye sokkal több a gyermek, mint amennyi lehetne, és a testületnek volt egy ilyen döntés vagy jóvágyás, hogy plusz egy fő legyen, ha jól gondolom, aki ugye segíti az ottani munkát. Én úgy, ha jól emlékszem, az ő, tehát azért vannak többen, tehát azért van ez egy plusz egy főnk, ami eltér a törvényi szabályozóktól, mert hogy nekünk ott van egy plusz szükséges feladat, amit el kell látni a gyerekek mennyisége okán. Jól gondolom? Tehát szeretetlen... Ez a gyerek szóval gyerek. Nem, a visszafizetés nem. Ez személy. Ez ágazati pótlék, ott nem a pedagógusok kapnak, hanem a szociális ágazati pótlék van. Én azért nem igazán értettem. Nekem több alkalmazottan nincs, tehát itt a bölcsőde kap ágazati pótlékot. A bölcsődében 2013-ban először 4 fő volt meg egy gyerek létszámom, aztán egy felülvizsgálat során 5 főt írtak elő. Tehát itt a létszámból valószínűleg, vagyis a finanszírozásból azért nem értettem, hogy miért kell nekünk visszafizetni, soha nem volt több, ez van még a 2013-at érinti. Hát ezt hozták ki, tehát ez bizonyosan is lehetett volna. Nincs több létszámom, de a belegrádiból pedig azok most nincsenek is közben, tehát csak amit a törvény előír jelen pillanatban. Pontosan nem értjük, de az állam kincstárhoz... Szociális ágazatban adták ezeket a támogatásokat, és ezt is mindig a kincstár határozza meg, tehát nem tervezett dolgot a kultúra. Igen, köszönöm. A következő pedig normatíva lemondásáról szól, amit már pedzegetett a képviselő úr, hogy... Tehát ez kiderült, hogy mégsem. Ez az... Igen. Mondjam, azért, mert a normatívában, vagy a finanszírozóson úgy áll össze, hogy az első, tehát a gazdasági év első 8 hónapja, és a 4 hónap külön, mivel nevelési számunk nem egyezik meg. Normatíva igényléskor mindig az adott év október 1-i létszámot kell figyelembe venni, az egyik év a 192-5 fő volt, de a következő nevelési évet már keresett gyerekkel kezdtük, így októberben mondtuk le normatívát, hogy ne kelljen majd úgy visszafizetni, és ez a különbség abból adódik, mert akkor 175-ös létszámmal indultunk az évben. Ez egy kedvező lehetőség, hogy évközben többször lehet felülvizsgálni, mert hogyha ez nem nincs visszafizetve, hanem eljön az év, megtörténik a beszámolás, akkor derül ki, akkor elkezdik a kamatot, akkor nagyon nagy kamat jön ki. Tehát ez mindenféleképpen így van. Igen, köszönöm ehhez hozzászólás. Működési támogatásból 50 ezer forintot visszamondtak keményen. Szintén, tehát én már csak találkoztam ezzel, a kincstár küld egy ilyen levelet, hogy előirányzat módosítás, gondolom ennek is volt egy korábbi időszakban egy ilyen felmérése, és akkor vissza lett mondva, vissza lett csökkentve. Következő a közfoglalkoztatási program, ott érinti, nem hiszem, hogy ez esetben izgalmas lenne, tehát közfoglalkozatokra mondom, hogy pénz, nem pénz. EU-t ellentételezés. Ezt úgy kell képzelni, hogy ilyen valami fejkvóta is vannak önkormányzat. Nem igazán tudom, Jeci úrral beszéltünk, hogy
hogy valahol megjelent-e. Tehát nekünk már az előirányzat módosításban jött két alkalommal, egy 488 és egy 811 ezer forintos összeg, ami ilyen jogcímen előirányzat módosítást hajtott végre a kincstár. Tehát kaptuk központi támogatásként. Igazából nem nagyon fizettünk sok erre, hogy igaz, bár lehetne, ugye. Aztán a görög szállási rendelő, ha jól emlékszem, az építési számla volt körülbelül ekkora, ugye? Igen, ez is egy ilyen szállítói finanszírozás, amit mi nem kapjuk meg azt a támogatást, hanem közlik velünk, hogy a szállító, aki a közleműködő szerv, lebonyolítja ezt a beruházást, ő kifizette a szállítónak a számlát, és akkor ilyenkor küld egy értesítést, hogy lekönyvelhetjük kiadásként és támogatásként, mert ez egy támogatásnak a része. Tehát ez van végig kutatva. Kiadatási javaslatán az építési része. Igen, az építési része az volt egy, igen. Az városnapi MVH-s pályázat költségeit megjöttek és áttették a nyírát, és adtak a nyírtászolnak, aki ezt lebonyolította. Múlt idő. Hát igen. Került. 14-ben érez, már múlt idő. Igen. Kastélykertobor a 100 ezer forint beruházási támogatásokra. Igen, tehát ez az utolsó fejezet pedig, tehát az intézményeknek és a jogszabály lehetőséget a saját hatáskörben átcsoportosítva, a kiemelt előirányzatokon belül pedig, vagy között pedig testületi döntés kell hozzá. Hát ez az érdekes, a számviteli változások eddig a beruházásban igazából fogalomban az volt, hogy mondjuk 2-300 ezer forint nagyságrendszerint, vagy 100 ezer volt a határ, olyan beszerzés van benne a beruházásban. Most innentől kezdve ebbe az évben a kísértékű tárgyi eszköz, tehát a 200 ezer forint alatti összegek, nettó értékű összegek is beruházás fogalom alatt futnak, tehát egy kisebb valaminek a beszerzése is itt van. És mivel ennek nem volt előirányzata, ezért a dologi kiadásból átcsoportosítottunk. Azt kérjük, hogy át lehessen csoportosítani a ennek a fedezésére, mert ugye kiadás nem lehet elérkül. A közhatalmi, a hivatalnál szintén ilyen van. Igen. Ezeknek a bevételi előírásnak a rendezése, tehát a saját hatáskörben megemeljük, mert bejött a kérdés, hogy annak legyen előirányzata, és a dologi kiadásoknál szintén ilyen jellegű ez a 2.900, hogy ilyen kisebb összegű kiadás technikai eszköz, bármilyen eszköznek a kísértékű beszerzésének, a fedezetének a biztosításáról van itt szó. Köszönöm szépen. Megjegyzés ezzel kapcsolatban. Szerintem végig is értünk ezen a pénzügyi beszámolón. Kimerítő magyarázatot adtok. Kérdéseinkkel felteszem a kérdést, hogy aki az előterjesztett anyaggal egyetért és a képviselőtestület számára elfogadását javasolja, az szavazzon. Egyhangúan elfogadta a pénzügyi bizottság és támogatja az előterjesztést. A második napirendi pont előterjesztés nyilvános könyvtárak érzékének vezetéséről szóló jogszabály szerinti nyilatkozat megtételére. Le van itt írva sok minden, de egy kis háttér információt esetleg kérhetünk, edző úr, vagy polgármester úr, vagy eddig ez. Minden most kell. Minden évben. Minden évben. Ahhoz, hogy ezeket a ami a költségvetésben itt volt, a érdekeltség növelő támogatását, közművelő feladatok támogatását igényelni tudjuk, hogy ebben a jegyzékben szerepelni kell. Közművelőben lesz a tulajdonképpen. Igen, tehát akkor a lakosabbik vagy ezt a normatívet, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékébe szerepel, ez 1140 forint szorozva a lakosság számú, úgyhogy körülbelül 8 millió, meg egy kicsit ennyi.
Igen. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel van-e? Jó, akkor aki támogatja az előterjesztést, az jelezze, egyhangúan támogatja a pénzügybizottságot. Egyebek között van-e pénzügybizottsági tagoknak megjegyezni valójuk? Nincsen. Köszönöm szépen, akkor én a bizottsági ülést be is zárom. Első napi rendi pont, Mirtelek Város Önkormányzat Képviselő Testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014-es önkormányzati rendelet módosítása, amelyet nem véget ért pénzügyi bizottság teljesen kivesézett. Igen, a pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta, és a pénzügyi a pénzügyi iroda vezetőjétől én úgy érzem minden ponthoz kellő felvilágosítást kaptunk, így valóban ez az anyag szerintem mindnyájunk előtt érthető. A pénzügyi bizottság egyik tagjának, Askó képviselő úrnak volt egy olyan javaslata, pénzügyi irodáját a edző úr felé, hogy a mezőbeli tevékenység rendeleti jogszabályi környezetét nézzük már meg, amely nyilván kapcsolódik ehhez az elszámoláshoz is, hogy ez most hogy áll. Kaptunk erre egy történelmi visszatekintést is, de igazából az idők változnak, egy kört javaslunk futni ebben a témakörben. A többi bekezdéssel különösebb észrevétel nem volt, megértettük, így az egész előterjesztést elfogadásra javasoljuk a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen, az előterjesztéssel kapcsolatban van egy kérdése. Nincs, akkor felteszem a kérdést. Ki az, aki az előterjesztést támogatja, készpártartással jelzi? A tartózkodás. Elemet is nem volt megállapítva. Napirendi pont, következő napirendi pont. A könyvtárak nyilvános jegyzékében történő felvételről szól, ezt is megtárgyalta a képviselőtestületnek a pénzügyi bizottsága. Igen, a bizottság megtárgyalta. Mivel ez minden évben visszatérő anyag, technikai átvezetés, ezért, hogy igénybe tudjuk venni ezt a normatívát, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban a képviselőtestületnek kérdése, észrevétele nem volt rendben. Akkor kérem a képviselőtestületet, hogy ezt készfeltartással jelezze, aki ezt támogatja, ezt a rendelkezésre pontot. Ellenvetés, tartózkodás, egyhangúrjákogatás szerint. Harmadik, egyebek. Ebben esetleg valakinek van ilyen aktuális. Nekem lenne egy nagyon rövid bejelentésem, hogy a Értelegi Újságban is megjelent, ugye, hogy testvérvárosainkban is választások voltak, Lengyelországban, Szlovákiában is új polgármester, új testület, és a Szekeres polgármester úr kifejezte addigi szándékát, hogy szeretné felvenni a kapcsolatot
legelőször a Rigodi, a lengyel testvérvárossal, és puhatolózó lépéseim azok oda vezettek, hogy szívesen várják a testületet, vagy testületi tagokat Gribovban. Igazából dátum nincs meghatározva, tehát nem egy, tehát egy reggel megyünk, este jövünk, egy tisztelgő udvariassági látogatás, ránk bízták a dátumot, vagy javaslatot, felvenni a kapcsolatot, személyes viszony kezdeményezni. El lehet esetleg gondolkodni, kinek van kedve ehhez a tisztelgő látogatáshoz, illetve hogy ezt úgy nagyjából majd mikor csináljuk, sietni nem kell, nyilván nem kell téli körülmények között elindulni, ráérez valamikor tavasszal is. Azért gondolom, több okból érzem azt, hogy Gribov, egyrészt a lengyel-magyar két jó barát, másrészt az ottani önkormányzat hamarabb felállt régebben. Igaz, hogy később volt ebben a választás, de egy hónappal hamarabb felállt, mint a szlovák. És meglátjuk, ez majd hogy sül el, aztán gondolom, ez majd egy kicsit a szlovákok irányába is. Tehát ezen gondolkozzatok, időponton, kedvetek van, mit mondanátok a lengyeleknek, ennyit szerettem volna. Én is mondanék még valamit ezt a képviselőtestületnek tájékoztatásról, bár biztosan tudjátok többen. A Süti Kft. A múlt héten bejelentette, hogy tevékenységét befejezi. Ez egy hirtelen nagyon nagy feladatot rótta a Hirtelszol Kft.-re, ugyanis minden pénteken el kell adni az intézményből megfelelő végálló rendelést. Sikerült ezt a problémát megoldaniuk, áthidalniuk. Most elvileg van, aki beszállít, de nyilván nem ragadnak le, hogy nem ragadunk le egy cégre, hanem ezeknek a cégeknek a szondáztatása, illetve az ajánlatok bekérése folyik, illetve aktualizálása. Én azt gondolom, hogy most az első és legfontosabb volt, hogy zökkenőmentesen folyjon a beszállítás, ezt a Hirtelszol megoldotta, és nyilván ezek után gondolkodom abban, hogy milyen irányba fog ez elmenni. Röviden annyit szeretnék kérni, Hirtelszoltól, most nem keverem a két céget, intézményt, hogy a Dezsefi utcán kibontolítva a Szokói felüli oldalon az elsőségadás tájásosodás követő tábla. Én megmondom, hogy nem álltam meg megnézni, hogy ki van törve, vagy csak ki van gondolva, hogy meg kellene nézni, hogy mi történt vele. Mert előbb-utóbb el fogják kapni, az biztos vagyok benne, a tárgyból nem tudok készülök másrészt. Ha lehetőség van, meg kellene nézni szintén az ifjúsági ház, a közösségi ház és a Tokaji út közötti területen, hogy lehetne ott valamit kezdeni vele, valami zúzutkő vagy bármit, mert akkor a kártyuk volnak amúgy is elég gázosat kifordulni, meg befordulni egyébként az oszlottól, de hogy egy évtelen fogadott ezen a rendezvényen, akkor a kocsa elkezdett az ember csak akkor, hogyha felét nyomja, hogy akkor lehet az öröl. Itt valami zúzutkővel, hogy annak a feltölteni, elég sokan járnak ott szerintem, kocsival egy csalog is, meg ugye az a rész éppen a járda szakaszon van. Jó, hogyha lehetőség van. Ahhozról van szó, az ipari úton van egy hatalmas ütőkártya, bejár a Tokaji utcán szolgálat körül. Tegnap néztük, hogy ha már ilyen töltögetést csinálunk, akkor azt csináljuk majd, mert az a mi tulajdonunkban lévő ütés, ahol a kárfizetési kötelezettségünk visszaállhat, még ilyen már 20-30 cent is nagyságrend ütőkártyúban. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. Hétfőn a szennyvíztársulás ülést tartott. Ennek kapcsán nyílteleket érintő kérdéskör annyira nem betődött fel, de az egész projekttel kapcsolatos, és mi is a részesei vagyunk ennek, nyilván a más településekkel zajló események is fontosak számunkra a projekt lezárása szempontjából. A Tisza Eszlári, illetve a Tisza Dobi projekttel kapcsolatban, vagy ott a beruházással kapcsolatban,
kapcsolatban kellett döntéseket hozni, viszont a üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéskörök nem rendezettek, ott eddig ugye nem volt szennyvíz, képített szennyvíz, és a próbai üzem időszakára kellett ezt a kérdéskört rendezni. A próba üzem, hogy a miénk az folyik, tehát az működik, hogy teljes mértékben határidőre reméljük. És az értékek is jók, tehát az eddigi értékek jók, tehát probléma nem igazából látszik, hogy legalábbis jelentős probléma, nem látszik, az apró problémák azok folyamatosan korrigálásnak kerülnek, viszont az már tisztán látszik, hogy a projektnek a határidejét meg kell hosszabbítani, hisz június 30-án zárni kellene a projektet, és a tiszadobi próbaüzemmel kapcsolatos dolgok augusztusra teljes biztonsággal átnyúlnak, és még azt követően ugye le kell zárni a projektet, tehát vélhetően ez a folyamán kerül sor a projektnek a zárására. Most, hogyha már ilyen beruházásokról beszélünk, akkor a Szociális Szolgáltatók Központtal kapcsolatos beruházásnak a tervezési szakasza fog zárulni a héten 30-án határidős, ezt követően pedig a közbeszerzési eljárás kiírására kerülhet sor. Tehát itt gyakorlatilag ütemezetten mennek a dolgok. Nagyon behatárolt határidők vannak, október 30-ától nem hosszabbítható a határidő, vagy legalábbis a jelen állás szerint, és ezt a 180 milliós beruházást úgy kell végrehajtani, hogy a bent lakók, azok nem, nincs hova költöztetni őket, vagy legalábbis többet nincs hova költöztetni, emiatt ez egy elég feszített és egy nagyon jó szervezett beruházást, illetve kiírást is kell készíteni. Emiatt már tervezési szakaszban is próbáltuk ütemezni a beruházást, legalábbis a felújítás és a új résznek a kialakítását. A terv az nagyjából az lenne, hogy a első ütemben megépülne az új szárny, és hát itt próbálnák majd elhelyezni a felújítás alatt lévő területen jelenleg lakókat. Ezeknek a műszaki kiszolgálási paraméterei, ezeket most úgy próbálják tervezni, meg úgy próbáljuk összehozni, hogy ott a melegvíztől kezdve minden blokkszerűen legyen. Tehát ezek a munkálatok is folynak. Tegnap részt vettünk egy társulási ülésen. Ennek kapcsán itt a polgármester úrral együtt vettünk részt, és kezdeményeztük a doktor úr által is sokat emlegetett tulajdonviszonyoknak a rendezésével kapcsolatos kérdéskört. Készült egyfajta megállapodás, amely ezt a kérdéskört nem tisztázta, ezért döntés született tegnap, hogy ezt erre vissza kell térni. Nyilván vannak a pályázattal kapcsolatban elvárások, amely a pályázatban keletkezett vagyon nyilvántartás szerint a kötnia kell megoldani, de hogy mi azt szorgalmazt itt tegnap, hogy hogyha itt bármiféle változás legyen a vagyonnak a sorsa és rendezésre kerüljön, és ebben a megállapodásban kerüljön a rendezésre. Nem tudom, hogy... Igen, hát a nyitottak az volt a szándék, hogy majd akkor, amikor itt lesz valami, akkor kezdjük el gondolkodni, hogy ez a vagyon most fog rendeződni, mi meg úgy gondoljuk, hogy előtte szépen le kell írni, rendezni kell, hogy tudjuk, hogy milyen lépések következnek, akkor, ha valaki ebből kilép, vagy úgy gondolja, hogy nem akar benne részt venni, ne akkor kezdjen el kapkodni a nyitott, hogy mégis mi lenne a jó, vagy kinek keresni. Úgy szól a leépítés, mint tulajdon szeretnésünknek. Ez a probléma lényeg. Igen, és ráadásul egy számítási szabályok változtak, tehát ez is okoz egy fajta probléma. Egyébként kell zárni, hogy jól.
meg a finanszírozással kapcsolatban egy számunkra kedvezőtlen, nem is úgy ítéltük meg, kedvezőtlen konstrukció került itt előterjesztésre. Mi azt kértük, hogy a likviditása, ami likviditások megőrzése érdekében annyi pénzt kelljen betenni ebbe a dologba, amit feltétlenül szükséges, röviden lehet lassítva ez annyi. Mindöznek meg az volt a szándék, hogy mi egy ilyen buffer összeget tegyünk oda, és akkor jól mindig szeneget illat. És mi úgy gondolunk, hogy amennyire szükség van, azt mi mindig átutaljuk, és pénz. Hát ez a, tehát azok a, ugye kétféle finanszírozási forma van, a szállítói, illetve... Én egy játszínűt tesszük a pénzt, nem vagyunk beruházók. Hát ez egy átadott pénzeszköz lesz államháztartáson belül, ugye, remélhetően, és ez egy megállapodás alapján, ez csak átmenetileg van. A technikájában van gond, inkább a nagyságrendekkel, mert tehát az úgy rendben van, ezt mi előző határozatainkkal nyilván bevállaltuk, hogy ezzel kapcsolatos átmeneti finanszírozást azt a önkormányzatunk fogja végezni, tehát ebben vannak döntések is. Semmi baj, hogy a tulajdonos itt lesz. Esély? Semmi gond nincsen, a tulajdonos itt lesz. Hát egyébként... Aztán azért majd meglátjuk, hát ez nem igazán korrekt a jelenleg. De ez 100%-os finanszírozások projekt, tehát hozzáteszem, tehát itt az átmeneti finanszírozások problémásnak jelentse. Pénzt nem kell beletenni, úgymond, hosszabb távra. Legalábbis nem reméljük. Rendben, valakinek az kérdések, felmentések. Még csak, hogy mindenkinek köszönöm, hogy